Zöld zsákot helyeznek ennek a facsemetének a tövéhez a nyírvévé szakemberei Nyíregyháza Sóstón. A zsákot aztán rövid időn belül megtöltik több mint 70 liter vízzel. Ez a mennyiség több napra elegendő tápanyagot jelent a növénynek. Nagy szükség van erre a megoldásra. Sok csemete ugyanis nehezen indult növekedésnek az úgynevezett ültetési sok után, de vannak olyan növények is, amelyek számára életmentő a folyamatos táplálás. Az öntöző zsákokból megállás nélkül szivárog a víz, így kevesebb párolgással mélyebbre tud hatolni a folyadék. A vízfelhasználás a 100%-os, tehát nincs vízelfolyás, nincs párolgás. Telepítése nagyon egyszerű, percek alatt felhelyezhető a fatörzs köré, és könnyen is feltölthető. A mostani öntözőzsák beszerzett öntözőzsákokban 75 liter víz tölthető, amely 5-8 óra alatt szivárog bele a talajba, és 5-7 napra megfelelő mennyiségű vizet biztosít a növény számára. A zsákot elegendő 5-7 naponta feltölteni, és miután az összelapul, ha már nincs benne víz, könnyen látható, mikor szükséges ezt megtenni. A nyírvévé egyébként a nyár eddigi részében folyamatosan, a szokásosnál is nagyobb intenzitással dolgozik a város zöld felületeinek öntözésén. Nagyon csapadékmentes időszakot élünk. Szerencsére a nagyobb parkjainkban már öntöző hálózatok működnek, tehát a gyep felületet azt aránylag zölden tudjuk tartani, viszont az egynyári növényeinket, a kaspós növényeinket, a virágtornyainkat, virágpirmisainkat állandóan locsolni kell, virágdézsáinkat. Ezért 4 öntözőkocsit állítottunk be, vannak olyan öntözőkocsiaink is, amelyik 2 műszakban dolgoznak, hogy életbe tudjuk tartani ezeket a növényeket. A város üzemeltető cég Sóstót követően a belváros több pontján helyez még ki öntözőzsákokat. Az egyedi megoldással a Hősök terén, a Szegfű utcán és a Bercsényi utcán találkozhatnak a járókelők.